A Kettő Ások műsora az Esze Tamás általános iskolában. Idén ez az osztály készült előadással az Oktatási Intézmény Mikulás ünnepségére. A gyerekek több napon át lelkesen készültek az előadásra. A cím az, hogy jön a Mikulás, és nagyon nehéz volt először a szöveget megtanulni, mert jó hosszú volt, és hát... sokat kellett hozzá még várni, és amire már megtanultuk, meg sokat próbáltunk. Jön a Mikulás, mindjárt innen, mi ketten főszereplők voltunk, és kettőt is játszottunk, mi voltunk a rossz gyerekek és a Krampuszok, meg nagyon jól éreztük magunkat, és ugyanúgy én is mondom, hogy nehezek voltak megtanulni a szöveget, meg mindent, és sokat próbáltunk. És nagyon nehéz volt megtanulni, úgyhogy örültünk, amikor előadtuk. Az iskolában igyekszenek minden ünnepet a hagyományoknak megfelelően megtartani. Ezek közé tartozik a Mikulás is, és ahogyan minden rendezvénynek, így ennek az ünnepnek is a legfontosabb szerepe, a közösségformálás volt. Osztályközösség erősítő hatása van az egésznek, hiszen ilyenkor a tanulók megajándékozzák egymást, amiben segítenek természetesen a szülők, illetve az iskoláknak az alapítványa. És tehát ez egy olyan szép hagyomány, ezeknek rendszeresen ezek ismétlődnek, mindig Mikuláskor megtartjuk ezt a megemlékezést, illetve ezt az ünnepséget. A gyerekek nagyon várják előre, dalokkal készülnek rá, különböző ajándéktárgyokat készítenek egymásnak a Mikulás csomagok mellett, amelyeket ezen a napon szoktunk átadni. A Kettő Ások műsora minden diáknak vidám perceket szerzett. Ráadásul az iskola majd csak legkisebb tanulói bátorságukról is bizonságot adtak azzal, hogy kimertek állni iskolatársaik elé.